Gödöllő kulturális életével folytatjuk a délelőttöt. Talán már nem kell bemutatni a Bónum TV nézőinek, hogy mennyire pezsgő itt az élet. Hát erről fogunk most beszélgetni a Művészetek Háza igazgatójával, Kovács Balázzsal. Szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm Önt is, és a nézőket is. Nézzük meg egy kicsit a Művészetek Háza történetét, mert nem mai intézményről beszélünk. Nem, egyébként teljesen érdekes, mert pont akkor kezdték építeni, amikor én születtem. 76-ban ezzel a koromat is elárultam, de így a házkorát is. 76-ban Váci rabok építették különben. Nagyon érdekes, három ilyen épület van. Az egyik Vácon, a másik pedig Kőbányán. És tulajdonképpen az érdekessége az volt az egész, hogy úgy emlékszem, hogy Kőbányán kezdték, ami kimaradt, azt vitték Vácra, és ami maradt a végén, azt hozták ide Gödöllőre. Így aztán volt, ami esetleg már a többi helyen nem kellett, viszont nálunk ebből rengeteg van, és volt olyan, ami meg kimaradt. De hogy 76-ban elkezdték építeni, és 82-ben adták át a házat, az egy nagyon korszerű ház volt akkor minden szempontból. Ez volt ugye a művelődési ház. És aztán azóta azért 2010-ben az alsó szint felújításra került, aztán nálunk volt az Európai Unió ülése kapcsán a sajtóközpont, és 2016-ban pedig a színház terem, tehát azt mondhatnám, hogy majdnem teljesen készen van, még egy körfolyosó, ami hiányzik, de tulajdonképpen egy nagyon korszerű, újra egy korszerű, modern épület ma már a Művészetek Háza. Mi az elsődleges célkitűzésük, vagy milyen programok, milyen rendezvények szoktak megvalósulni önöknél? Mi kettő szerepet töltünk be, nagyon érdekes ez a dolog, és szerintem most van éppen átalakulóban az életben is, itt Magyarországi Kulturális Életben van egy olyan, hogy közművelődés, és van egy olyan, hogy rendezvényszervezés. Tehát amikor mi egy színházat hozunk, az nem feltétlenül közművelődés, bár az is van benne. Azért a közművelődés az nagyon sokszor a klubok, szakkörök, tehát olyan dolgok, ahol az emberek művelődni tudnak, tehát azok, akik szeretnének, azok bejöhetnek hozzánk, tanfolyamok lehetnek, stb. És ugye ezt a két funkciót nekünk el kell látni, és közben előadóművészeti szervezet is vagyunk, ennek aztán nem mennék bele, de a lényege az a dolognak, hogy ilyen kettős funkció, és nekünk olyan dolgokat is el kell látni, amely mondom, tehát ilyen tanfolyam és klubszerű dolog, és nagyon sok igény, nagyon sok figyelmet igényel. És van a szervezés része, ahol színházi előadásokat hozunk, koncerteket, tehát rengeteg olyan színház. Álljunk meg a színháznál egy kicsit. Milyen színházi előadásokat hoztok el a gödöllőieknek? Itt beszélhetünk akár a Fórum Színházról is, mert tudom, hogy a premier előtt nálatok már volt premier. Igen, a Fórum Színház is, de alapvetően szinte az összes színház játszik nálunk. Egyébként régen, amikor még nem volt felújítva a Művészetek Háza, akkor nekünk nagyon sokat kellett azért járni az igazgatókhoz, főleg nekem, hogy hozzanak el, mert megfordult, mert most már keresnek minket. Hát a Tália Színház, a Radnóti, az Örkény, a Nemzeti Színház, Centrál Színház ritkán, Katonát még nem sikerült meggyőzni, mert azért ez Budapest agglomerációja, és azért félnek egy picit. Sőt, van egy olyan dolog, hogy azt mondják a budapesti színházak, hogy menjenek be az emberek, és ne itt nézik meg, hanem menjenek be. És akkor ebből azért vitatkozunk, hogy ez például egy közművelődési dolog-e, hogy adunk itt is olyat, amit Pesten meg lehet kapni, vagy nem, mi nem adunk olyat, hanem Pesten tessék megnézni, bemenni mindenhova, bármelyik színházba, és akkor mi más jellegű dolgot csinálunk. Na szóval ez a lényege, ezt akartam mondani, hogy itt van most szerintem egy átalakulás ebben a dologban, és itt ütközések is vannak, de ezek majd nyilván ki fognak finomulni. Tegnap, amikor gondolkodtam a kérdéseken, föl is írtam azt, hogy hogyan lehet bekapcsolni a várost ebbe a kulturális, színházi, koncertes vérkeringésbe, hiszen tényleg 20 perc, fél óra beérni Budapestre, bepattan a család az autóba, és tényleg ott vannak percek alatt. Hát azt szeretném mondani, és ezt nem főpolgármester úrnak üzenem, mert nyilvánvalóan őnek is biztosan nagyon nehéz, de aki innen be akar jutni mondjuk Budapest bármely részére, főleg ugye a belvárosról beszélek, hát szerintem, nem tudom, tehát szóval szerintem Pesten belül még nehezebb eljutni egyik pontról a másikra, tehát nagyon nehéz most közlekedni Budapest, az valljuk be őszintén, és parkolni is nagyon nehéz. És egyébként meg, amikor összeül három ember mondjuk egy autóba, és azt mondja, menjünk be, akkor kiszámolja az úti költséget, meg azt, hogy akkor vacsorázunk is ott egyet, akkor én nem ijatok egy pohár bort, mert
És akkor itt Gödöllőn ezt mind megteheti, pontosan azért, mert a színházterem az már olyan modern, mind gépészeti, mind a látvány, mind a komfort szempontjából, hogy ugyanazt az élményt megkapja. Én nem vagyok operaház, és nem vagyok operett színház sem, és nem vagyok a Nemzeti Színház sem, de nagyon sok olyan előadás, ami olyan, azt el tudjuk idehozni, és meg tudják, és nem kell ezért elmenni Budapestre, parkon, és a többi. De persze van olyan, én ezt nem akarom kiváltani, és nem akarom azt mondani, hogy helyettük ide jöjjön, de van olyan, amit el lehet hozni. Hát itt van a Belvárosi Napok, ahol rengeteg koncert lesz, például a Geszti Péter Best of koncert, Lóci játszik, Margaret Island koncert, de lesz a Színházi Sátor, a Magyar Teátrum Színházi Sátra, ahol színházi az a Svejk vagyok, Mikó Istvánnal, Göttinger Párral, a Telefondoktor, vagy a Víg Színház színészeiből alakult együttes, a Grundzenekar is jön. Fiúzenekar is itt lesz. Fiúzenekar, hát, igen. Akkor a Gödöllői Lányokat már lázban tartjuk. De jaj, a Gödöllői Lányokat már rég lázban tartjuk, hiszen a férfi hagy már rengetegszer volt itt Csányi Sándor, és közkívánatom most újra jön, de például a Belvárosi Napokon a ketten egyedül lesz a Tálián Színház előadása, a Sej Judit is, és Csányi Sándorra. De a Szomorú Vasárnap például jön a Madách Színházból, a Nagy Kálóci Eszter, Rudolf Péter és Nagy Sanyi. Hát én felmentem tegnap a honlapotokra, és egy kicsit megnézegettem a nyári programot, azért nagyon színes a paletta, vagy ahogy te is felsoroltad, a repertoár, a műfai sokszínűség az abszolút jellemző rátok. Abszolút, és van olyan, ami nem is nálunk valósul meg, tehát például a fiatal művészeknek lesz majd az Arborétumban a Dzsungelkönyve, vagy a Kastélyban a Marica grófnő. Nálunk lesz a Muzakertben most szombaton Fullajtán Andrának a Marlene Dietrich estje. Szóval rengeteg olyan projekt, a Királyi Váró őszte is, tehát indul az évadunk ősztől, és hát a 18-as, 19-es, a Királyi Várót sem hagyjuk üresen, mint ahogy eddig sem tettük. Csányi István szakszofon művész vezetésével indul a Jazz Club újra, irodalmi estünk. A Budapesti Zeneakadémiával kötöttünk megállapodást is, a legtehetségesebb, legjobb növendékek mutatkozhatnak be a Királyi Váróban, ez a Királyi Akadémia címmel, szóval mindenféle van. Itt már fel is soroltál egy pár programot a Belvárosi Napokról, mikor lesz ez pontosan? Mikor? Szeptember 8-a, 9-eként a Királyi Kastély és a Művészetek Háza közötti zöld területen, ahogy mindig is most már hagyományszerűen ott szokott megvalósulni, és hát rengeteg Ebugatta piknik, szóval rengeteg, a gyerekeknek rengeteg foglalkozás lesz, úgyhogy ez csak néhány dolog volt, amit felsoroltam. Egy csokor. Köszönöm szépen, Balázs, hogy eljöttél hozzánk, és akkor csak itt tovább. Jó munkát kívánunk nektek. Köszönöm szépen, és jöjjenek hozzánk, várjuk Önöket.